Gyakorlatilag ugye az van, hogy a szervezés választókerületi alapon van megszervezve, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag mi azért egy központi kampánycsapatnak adjuk le azokat a számokat, amik naponta összegyűjtésre kerülnek, és gyakorlatilag van rá egy honlap, ahol egyébként minden olyan információt meg lehet találni, ami a gyűjtést segíti. Ez a menjünktovább.hu, azt hiszem ez a cím a honlapnak. Igen, így van. Ott megvannak azok a helyek, ahol alá lehet írni, ez tény és való, de semmi olyan adatot nem látunk, hogy hogyan áll az aláírásgyűjtés. Az én információim szerint most már 80 ezer fölött vagyunk, tehát hogy sőt, most már lehet, hogy közel a 100-hoz, de a 80 ezer az már biztosnak tűnik. Mi lehet annak az oka, hogy ellentétben az előválasztással nagyon döcög itt az információ áramlás? Ugye nagyon sok feladat terheli a ellenzéki rendszer. Egyrészt ugye a kampányt el kellett indítani, meg el kell indítani. Értelemszerűen sok energia elmegy a programalkotás, kampányszervezés, kampánytervezés részre is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az lehet ennek az oka, hogy nagyon sok, nagyon széles spektrumon próbáljuk meg egyébként ezt a kampányt megszervezni, és a kampány alatt most az országgyűlési kampányra is gondolok, és amikor a népszavazásról beszélek, akkor én azt részének tekintem ennek a kampánynak. Igen, ez így is van, de valószínűleg azért nem lett volna rossz egy csapatot csak ezzel megbízni, mert ez annyira részese az országgyűlési választási kampánynak, hogyha ez most rosszul sül el, az nagyon csúnyán hathat a képviselőválasztásra. Itt tulajdonképpen az idővel folyik a versenyfutás, és ahhoz képest úgy érzem, hogy nincs jelen ez a népszavazás nagyon se a köztudatban, se a médiákban, se a közbeszédben, ellentétben az előválasztással, ami nagyon ott volt. Én azt tapasztalom, és én minden nap kín vagyok az utcán, és személyesen is gyűjtöm az aláírásokat, hogy az emberek tudják, hogy ez van, és konkrétan keresik ezeket a helyszíneket, ahol alá lehet írni. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a választókerületben jelenlevő kitelepülési pontok, és itt gondolok az irodákra, gondolok a közterületen kialakított aláíró helyekre. Gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy sokan nagy kedvel írnak alá, jó ütemben gyűlnek az aláírások, de értelemszerűen én pontos információt csak a saját választókerületemről tudok mondani. Az ütemezéssel kapcsolatban, jó ütemről. Ugye Karácsony Gergely azt mondta, hogy megvan a 100 000 aláírás. Ön azt mondta ma, most az előbb, hogy 80 ezer körül vannak az aláírások. Bárhogy is számolom, hogyha január közepén... Igen? Igen. De hogy az én számom az nem pontos, tehát hogy én a hét elején hallottam egy 75 ezeres, azt hiszem hétfőn hallottam egy 75 ezeres számot, és én mindig az óvatos becslés elvét, óvatos értékelés elvét követem. Akkor én most megengedem viszont a merészebb becslést, és tegyük fel, hogy megvan 100 ezer, akkor már csak 100 ezer hiányzik, plusz még valamennyi, ugye, hogy a esetleges diszkvalifikált aláírásokat lehessen pótolni. Na most, ha ezt január közepére össze szeretné gyűjteni az egységes ellenzék, ez azt is jelenti, hogy hát bárhogy is számolom, 10 napnál nincsen több idő, ez naponta legalább 10 000 aláírást jelentene. Halad-e ez ilyen ütemben most, hogy naponta 10 000 aláírás összegyűlik? Én nem tartom kizártnak, hogy meglegyen ez az ütem, de hangsúlyozom, hogy sajnos az összesített pontos számokat én se ismerem. Akkor most már azt szeretném megtudni, hogy hol van ez a stáb, kik ezek az emberek, és hogyan lehet őket elérni, hogy ilyen számokhoz jussunk, illetve ugye majd azt tőlük meg fogom kérdezni, hogy de miért nincsenek ezek a számok naponta kint. De nagyon érdekel, hogy végül is kiket kell megkeresni, mert semmilyen honlapon, semmilyen hozzáférhető információs forrásban én ezt nem tudtam kinyerni, de lehet, hogy ügyetlen vagyok. Nem, biztos, hogy nem ön az ügyetlen. Olyannyira, hogy erre a kérdésre, ha megengedi, egy visszahívással válaszolnék.